Sziasztok! Ez itt az Extra Metal és a DDC Team közös videója. Én István vagyok, és szeretnék nektek három kést letesztelni, meg a szúnyogokat is lassan. Ez a három kés nem más, mint a Herbert Safari Light, a Herbert Orange Design, és a Herbert Black Hole. Lesz itt hevedelvágás, kenderkötél, kábel, hajókötél, és megnézzük, hogy viszi a húst és a hagymát. Na, akkor lássunk neki a tesztvideóknak. Az első úgymond áldozatunk az a Herbert Safari Light, egy nagyon dizájnos kis kés. Kíváncsi vagyok, hogy mivel lesz képes, bár hétköznapi használatot fogok bemutatni nektek. Semmi vadulás vagy durvulás, szimplán, hogyha valakinek van egy ilyen kés, akkor mire számíthat ebben az árkategóriában, ebben a minőségben. Hát kezdjünk akkor egy tiszta lappal. Mondom egyel. Hát... sajnálatos módon ez... a vége felé már nem is vág. Hát ugye első próbálkozásnál kisebb csalódás ért engem, bár igazániból annyira nem számítottam nagy dologra, de sajnos a gyanom beigazolódott. Meglátjuk, mit tud tovább. Íme a papírteszt. Legyen a hevedel. Megnézzük, mit tud vele. Mennyire viszi. Na, még egyszer. Na, nem is olyan rossz. Megadom a szúnyogokat. Egész szépen viszi. A hevedelt azt. Na, lássuk a kenderkötőt, elég strapabi jó kis kötélről van szó, aki is meg ezt tudja, hát ez sajnos nem nagyon viszi. Szó. Lássuk a
Na, jól kötött, jól becsomóztam. Jó kis színe van. Meglátjuk, hogy milyen képes van. Na, ha. Ez bezzeg viszed. Egy kis válogatós késnek tűnik. Viszi. Nagyon jó. Na, szépen elviszi. Három eres kábel, mint a múltkor videóban is láttátok. Eléggé masszív. Aha, ez nagyon neccesen fogja vinni. Második vágásra szépen elvitte. Neki kellett feszülni. Jó, persze ebben azért van dróttól kezdve gumi. Úgyhogy nem ilyen használatra tervezték a pengéjét. 420-as aljsi rozsdamentes acélból van. A markolat az szimpla műanyag. Viszont fogás szempontjából nagyon kényelmes. Jó, neki lehet feszülni. Nem fáj tőle a csuklóm, könyököm. Úgyhogy kényelmes. Vékony, keskeny, kényelmes. Az éle az azért, hogy némi kívánnivalót, de ideig egész jól vitte a dolgokat. És elkezdetes nezesül. Nagyszerű. Na, akkor lássuk, hogy mit tud a hagymával, ha már ennyire szúnyogok. Váh! Ha már ennyire teszteltük a hegyét, szépen viszi. Szép vékony szeletet vág, nagyon szép, gyönyörű. Egy kis piknikezős késnek teljes mértékben megfelel. Ha már hagyma, akkor legyen szalonna is. Szépen viszi. Herbert Solingen Safari Light. Meg a szúnyogok. Ugye azt ígértem, hogy semmi vadulás, ezt most megszegem. Azért mégiscsak kíváncsiak vagyok, hogy ezért az összegért mégis mennyire megbízható egy kés. Azt én is valahogy szépen viszi a szövetanyagokat, a húst, a hagymát. Ez mind szép és jó, ugye hétköznapi használata nagyon jó. Aztán bőzen is, sajnos kartonpapírt nem tudtam felhozni, mert az már kicsi sok lett volna. És volt már 15 kg hátizsákom. Úgyhogy most megnézzük, hogy mennyire stalpabíró ez a Herbert Solingen Light Safari. Már most, ahogy én így oda tettem a pengét, már éreztem, hogy oldalirányba nyeklik-nyaklik. Visszafele még nem.
De akkor lássuk. Ja. Első bökés. Hát sajnos. Ez így ennyit bír. Tovább nem is megy. Megnézzük, hogy a kemény fát hogy viszi. Egész tűrhető, mindjárt a szúnyogot is ketté vágom, annyian vannak már. Jól viszi. Hát, visszahajlás szempontjából az első ütés. Tudom, mennyire látszik. És még stabil. Ez az. Így. Na. Itt látszik, hogy szimpla, egyszerű műanyag. Nem tudom, mennyire látjátok. Kis egyszerű, hétköznapi kés. A célnak megfelel, húst viszi. Hagymát viszi, papírt viszi, egyéb szöveteket visz. És így ennyi.